2016-ban Carol Shenza makacs köhögéssel járó hőrkurutot kapott. Nagyon fájdalmas volt minden lélegzetvétel, mert szünet nélkül köhögtem. Az egyik roham után éreztem, hogy valami történt a hátammal. Fájt, ha megmozdultam, nem tudtam megfordulni vagy lehajolni. Nem voltam képes úgy mozogni, mint azelőtt. A köhögés megszűnt ugyan, de a hátfájdalom egyre erősebb lett. Csak akkor nem fájt, ha egyáltalán nem mozogtam. Minden egyes nappal egyre gyötrőbbé vált a fájdalom. Hetek és hónapok teltek el így. Végül a legkedvesebb időtöltésemet, a zongorázást is kénytelen voltam abba hagyni. Olyan volt, mintha a személyiségem egy része is eltűnt volna ezzel. Nagyon-nagyon hiányzott. Ültem a székben, és egyre depressziósabb lettem amiatt, hogy ezt a hobbimat teljesen fel kell adnom. Ezután Carol két nap alatt két rokonát is elvesztette. Csak a mérhetetlen gyász volt, akkora fájdalommal, hogy csak Istenhez tudtam kiáltani. Ebben a helyzetben az imádkozás volt az egyetlen, ami segített. Mind fizikailag, mind érzelmileg teljesen összetörtem. Uram, mennyit tudok még elhordozni? Éreztem, hogy nem mehetnek így tovább a dolgok. Még fél évig tartott a küzdelem a hátfájással, ám egy nap, amikor a 700-as klubot nézte, Gordon és Terry betegekért imádkozott. Gyógyulásért imádkozott, és beszélt valakiről, akinek fáj a háta. Erre felfigyeltem. Rájöttem, hogy rólam beszél. Van valaki, aki a lapockája közepén szúró fájdalmat érez. Isten most minden feszültséget és fájdalmat levesz önről. Tudtam, hogy rólam van szó, pontosan leírta a helyzetet. Nagyon izgatott lettem, és aztán, amikor Gordon kimondta, amit mindig, hogy tegyünk olyasmit, amit azelőtt nem tudtunk, felpattantam, és a tévé előtt elkezdtem hajlongani. Lefel, lefel! És egyáltalán nem fájt. Ezután azt tette, amire már régóta vágyott. Leültem a zongora elé, és eljátszottam a Lelkem újjong című dalt, és dicsérni kezdtem az Urat. Köszönetet mondtam a gyógyulásomért, és akkor tudja, mi történt? Nem csak a testemet, hanem az összetört szívemet is meggyógyította azon a napon. Elvette a gyászt a lelkemből, és más ember lettem. Sokkal mélyebben megértettem, mit jelent Isten szeretete. Nem azért változtatott meg mindent, mert érdemes lettem volna rá, hanem azért, mert szeret engem. Szeretném, ha tudnák, ha értem megtette, bárkiért meg tudja tenni. Ha értem megtette, önért is megteszi.